Hello, újra itt. Sütünk együtt egy kefíres lángost. Ma csak leves volt a kajánk. Elég éhesek vagyunk, úgyhogy kell mellé valami tartalmasabb is. Annyit kezdtem már el. Itt a lányom igazából, bocs, pont mutatod, látom itt a liszt. Mindig kim van nekem, hogy többször valaki kérdezi, hogy rétes lisztet használok. Azt használok mindig, amit a receptből leírok. Csak a rétes lisztet azért nem szoktam beleírni, mert azt mindig... Hát egyébként másokszor elmondtam sok videómban, a szórráshoz használom, mert ugye durvábbra van örölve, és sokkal jobban lehet vele tészták alá szórni. Ennyi. Ez az én megszokásom, ezt szoktam használni, az kész. Amúgy mindent úgy csinálok, ahogy leírom a receptembe, tehát általában ha csak nem hibázok el valamit, akkor vagy rosszul nem írom, de mindig átnézem nektek többször, nehogy az legyen, hogy valamit rosszul írok le. De hogyha észrevesztek valamit, akkor nem baj, hogyha szóltok. Na, itt beleszitáltam fél kiló lisztet, aztán mivel géppel dolgozom, szoktam mondani, ezért nem futtatom fel én az élesztőt, mindent előre ki szoktam menni, ugye kefir is lesz benne, az is jobb, hogy előre kiveszítek és kézmeleg már. 3 deka élesztő körül kell, nem baj, hogyha egy kicsit, és itt belemorzsolgatom az átszitált lisztünkbe, ez így megfelelő. Hogyha kézzel gyúrtok, mindig odaírom és mondom, akkor egy kicsi vízbe keverjétek el. Mindig, amit odaírok vizet, mondjuk abból elvesztek egy fél decit, vagy egy decit, az egy langyos víz, abban tesztek egy minimális kis cukrot, egy kis lisztet, elkevertek simára, és hagyjátok, hogy felhagyjon, utána hozzáadjátok a liszthez. Na, folytatjuk is. Én beleteszem az adott csómennyiséget, amit a tenyerembe fog kimérni. Az egy bő teáskanálnyi. Ez így megfelelő, egy pici cukrot is rakunk bele, az is szintén egy kis teáskanálnyi, és beletesszük a kefirünket is már most. Ez nem jön ki, oké, ki szokott jönni, de most nem akart. Betesszük a dagasztókart és elkezdjük dagasztani a tésztát. Már egyből adok hozzá majd mindjárt vizet is, langyos vizet. Ezt majd megint pontosan beírom, mert ugye keltésztáknál is körülbelül szoktam, hát teljesen pontosan nem tudom írni, mert attól függ mennyit vesz föl, de mondjuk olyan 2-2,5-3 deci én szerintem. Ugye nem mindent recept szerint sütök már, mivel már többször csináltam, úgyhogy de a legtöbb receptem le van írva a fizetembe, úgyhogy onnan szépen elmondhattak. Amelyek így beváltak, azokat általában mindig leírom. Hát ebből egy ilyen kenyérszerű tésztát kell gyúrnunk. És mindig el szoktam mondani, hogy ugye milyen jó, hogyha valakinek van egy jó robotgépe. Mennyi minden más tudtok még belette csinálni, ameddig ez ugye dagaszt. Meg hát azért nem mindegy, hogy ez mondjuk 8 perc alatt dagaszt, vagy mondjuk csak 6 vagy 7, kézzel meg legalább 10-15, mert azért ahhoz, hogy szép tésztát, szép állagú tésztát érjünk el, meg kell keményen dolgozni kézzel. Addig annyit készültünk elő, ezt tésztelően elkészíteni. Itt egy ilyen kis tálkában van már, szeretjük a fokhagymát, lereszeltünk egy kis fokhagymát, víz van hozzáadva, semmi más, és azt hagyjuk benne szépen állni. Nem nagyon látszik a fény. Ezzel fogjuk majd megkenni a lángosunkat. Meg természetesen mi sajttal, tejfővel fogjuk enni. Nekem a feleségem nem merő matulka szereti. Én is kipróbáltam már többet egyébként, az ilyen strandos lángosokat, azokat nagyon szeretem. Ez az anyósomnak a receptje. De ez is jó bevált. Jó recept. Így gondoltam, megmutatom. Érdemes megmutatni. Jó, annyi, hogy ezt így tovább gyurmázzuk. Mindenképpen vágunk egyet, mert azért ez egy 7-8 percig elfog. El fog gyurmálódni, és vissza jön.
elértük a tésztának azt az állagát, ami számunkra megfelelő. Fölülről. Az nem baj, ez a tészta egy pici-pici pudlágya. Közben, hát, ha géppel gyújjátok a kérdést, tudtok egy picit tesztek, aztán össze is szedi, hogy úgy van. Egy kis lisztet. Aztán összeszedi a dagasztókarra. De látjátok ott, hogy elég szépen dolgozik benne egyébként. Úgyhogy ezt be is állítjuk, és ki is szedjük. Ez nem baj egyébként, ha egy picit úgy lágyabb, nem úgy, mint a kenyér mondjuk. Itt nem az a lényeg, hogy annyira tartsa mondjuk úgy az alakot is, hanem kézzel egy picit átdolgozom. Ez egyébként elválik. Hopp, leteszem a hosszamhoz. Elválik a... Na, mindjárt látjátok, hogy egy picit át dolgozom, hogy elválik szépen a edény falától is. Egyébként jó. Ugye kifújom magam. Na, ezt is szedte. Beszereztem egy-két ilyen menő cuccot, amivel tudjuk vágni is, meg sőt még mérni is. Egy picit átdolgozzuk így kézzel. Hopp, nagyon nem kell. És fel is osszuk majd mindjárt. Illetve osszuk, nem kell. Azt még nem tudom pontosan, hogy mennyit. Egyébként ez fél kiló, tehát ebből nagyon sok lángos nem lesz, de majd meglátjuk. Ugye attól is függ, hogy mekkorákat fogtok sütni. Azért abban nagyban függ. De szerintem, amikor hát egy ilyen, mi hárman vagyunk, nekünk ez bőven elég. Majd még osztunk rajta szerintem. Én csak nagyjából szemre fogom elosztani. Aztán még itt lehet itt módosítgatni. Inkább kisebb lángosokat fogok csinálni, nem egy ilyen strand méretet. De szerintem hát egy ilyen hattagú családnak azért inkább, ha valaki neki akar állni, oda inkább egy kiróliszt az mehet. Attól függ tényleg ki milyen jó evő. Mondjuk én nekem kettőt beverek belőle, nekem az bőven elég. Szépen behajtogatjátok kívülről befele. Lesz kisebb, nagyobb, és így fogjuk eltenni egyébként. Félretesszük majd kelni. Hát, szokták úgy is, mindenki másképp szokta, de én nem fogom beolajozni szerintem. Nem csak szépen itt majd ide rakom őket, egy konyharuhába letakarom. Aztán hagyjuk egy olyan 20 percet kelni konyharuha alatt, majd kézzel kialakítgatjuk és kisütjük olajba. Az olajunkat már felraktuk. Körülbelül ugyanúgy sütjük, mint a fánynál, olyan 160-170 fokon. Pihent a tésztánk, a kis tésztagolyóink. Cirka olyan 20 percet hagytuk így konyharuha alatt. A fél kiló lisztünkből lett 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lángosunk. De hát mindenkinek ahogy éppen kijön. Duplájára kelt. És hát végül is nincs más hátra, mint hogy elkezdjük szépen kézzel kihúzódni a tésztánkat. Terázom a lisztet. Olyanra húzzátok, ami nektek tetszetős. Egyébként ugye elérem a kellő állagot. Én jobban szeretem, hogyha ilyen vékonyabb és
vékonyabb és inkább ilyen ropogós is ül. Valaki a vastagabb lángot kedveli, úgyhogy ez megirányítok van bízva. Hogyha jó szépen sikerült a tésztátok, akkor elég szépen lehet így nyújtogatni. Ide készítettem már egyedi. Ezt találtam ahhoz, hogy igazából bele tudjam így állítani a lángost. Az olajon közben azért próbáljátok jobb állítani, nem az a lényeg, hogy nagyon gyorsan megformulja, viszont az se jó, hogyha nem sűr olyan szépen, tehát hogyha ázik az egész, aztán szívja magát. De hát aki már sütött fánkot, annak szerintem menni fog. És itt csináltam egy ilyen kis csendéletet nektek, ilyen retro feelingbe. Ott megtaláljátok mi reszelt csajt, tejfölt kikevertem, hogy könnyebben el lehessen rajta kenni. A fokhagymát azt meg ahogy is mutattam. Az igazából abban csak víz van, egy icipici só, fokhagyma, semmi más belereszelve. És a lángosunk megforgatjuk. Mindig bőolajba süssétek. Mert azzal nem tesztek neki jót igazából, hogyha leír a lángosatok a edény anyjára, csak hozd már, ennek igen így úszni kell. Szép aranybarnára sütjük az összes lángosunkat. Igazából nem mutatnám végig, ahogy szoktam az összeset. 2-3-4 percet kell sütni per oldalát, de úgyis a színéből látjátok. Süssétek itt és próbáljátok ki ezt a receptet is, létszi. Tudom, hogy sokféle van fent. Hát, ha valamiben más műt, vagy valahogy másképp csinálom, mint más. Nyilván ahányféle konyha, annyiféle lángos, húsleves, bármi. Örülök, hogy ezt a videómat is megnéztétek. Lökök be erről is egy hitállalat indexképet. A receptemet tudom, hogy megtaláljátok a leírásban alul. Sziasztok, minden jót!